Én hogy nyitnám meg a saját kiállításomat? Önreflexió. Gyerekkoromban, bizonyos alkalmakkor úgy éreztem, mintha fátyol lebegne előttem. Egy különös szövetdarabon keresztül látnám a világot. Amiből a világ lesz, című kiállításomat, ebből az emlékéből kiindulva szeretném bemutatni. Egy bizonyos lelki állapotról beszélek, ami által egy bensőséges helyzetbe kerültem, olyan mélységbe, ahonnan szemléltem magamat, a teret, ahol voltam, és a számomra látható testrészeimet. Egyfajta kivetülés projekció volt, amiben felerősödött az észlelés, érzékelés, és szerepet kapott. Valóságon túli, vagy sajátos valóság értelmezésről is beszélhetünk. Olyan képzetek alkotják képeimet, amelyek organikus formák megfogalmazásával próbálok meghatározni. Nem utánzat, nem utánzás. Nem a látottak pontos lekövetése a célom. Tehát absztrakt képeket festek. Egyfajta játékosság, fizikai és szellemi, metafizikai határfeszegetése, leképzése a célom. A Terra Titta sorozatom a konyhámban jött létre. Azt a mikro-makro világot mutatják be, amik sóvárognak a határtalan terek bemutatására. Méretükből is adódó ez a megfogalmazás, meghatározás. A lepel, de nevezhetjük egyfajta mezőnek, olyan lehetőséget adott, hogy intenzíven megéljek egy-egy adott pillanatot. Érzem meg sokaságát, és lassan, de igazán a teret, amiben éppen vagyok. Felerősödnek a lelki és fizikai, vizuális érzeteim. Olyan létezéssel kapcsolatos kérdések foglalkoztatnak, mint a tiszta elemi észlelés. Emberek közti viszonyok, emberi viszonyok. Érzékeltetni azokat a nehezen, vagy meg se fogalmazható, nonverbalizálható jelenségeket, amik alkotják az emberek, embereket, identitásukat kialakítják, meghatározzák. Emlékekre épülő festészetemben egyfajta összérzékelés jelenik meg. A különböző egyéni percepcióim társításával, összekapcsolódásával, kivetítésével foglalkozom. A tudatunk, gondolatunk szorosan összekapcsolódik. Eredendően bennünk létezik. A legalapvetőbb emberi hovatartozásunk meghatároz minket. A határvonal, amin állok, onnan vizsgálódok és kivetítem a festményeimre. Lietze, az elomló üresség igazkönyve. Lietze mester mondotta, sem az ég, sem a föld nem tökéletes. A bölcsember sem mindenható, és van, amire a tízezernyi lény egyike se képes.
Mivel az ég éltet és betakar, a föld megformál és fenntart, a bölcs tanít és alakít, az élőlények meg természetük szerint élnek, így aztán van olyan, amire csak a föld képes, az ég pedig nem. És olyan is van, hogy ahol a bölcs botladozik, a közönséges lények könnyedén szaladgálnak. Megmozdul a forma, ám nem formát teremt, csak árnyat vet. Megcsendül a hang, ám amit létrehoz, csak vízhang. A semmi, ha megmoccan, nem a semmit teremti, hanem a létezést.